Önne a szó, képviselő úr. Tisztelt miniszterelnök úr, talán ez az utolsó alkalom, hogy ebben a ciklusban, ebben a formában kérdezhetem önt. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy most nem fogom kellemetlen kérdésekkel faggatni, sem bankszámlákról, sem strómanokról, sem ellopott pénzekről nem fogom kérdezni, hanem csupán egyetlen egy kötelességére szeretném figyelmeztetni miniszterelnök urat. Ez pedig egy olyan dolog, ami minden európai országban természetes és normális. Ez pedig az, hogy az aktuális kormányfő az ellenzék legerősebb pártjának miniszterelnök jelöltjével a választások előtt tart egy vitát. Ez minden európai országban normális és természetes, és jelenleg Magyarországon ez azt jelenti, miniszterelnök úr, hogy önnek és nekem kell egy vitát tartanunk a választópolgárok előtt. Ha miniszterelnök úr azért menekül most már jó ideje ezzelől a vita elől, mert attól tart, hogy ezen vita során a már említett kellemetlen kérdésekkel kívánom önt sarokba szorítani, akkor szeretném megnyugtatni miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, téved, én nem kívánok ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Kizárólag Magyarország jelenéről és jövőjéről szeretnék beszélni, megmutatni azt, hogy kinek milyen ajánlata van a magyar emberek számára 2018 után. Talán ön is emlékszik, miniszterelnök úr, hogy 15 évvel ezelőtt ő meghívott a személyes polgári körébe engem. Én ott töltöttem egy évet, aztán kiléptem ebből a polgári körből, de ott és akkor én egy olyan embert ismertem meg önben, aki nem fut el a kihívások elől, és nem menekül el a viták elől. Most azzal a reménnyel fordulok önhöz, hogy az az Orbán Viktor, akit ott megismertem, az talán még valahol nagyon mélyen ott szúnyad önben, és ezért kérem, hogy fogadja el ezt a kihívást, mert higgy el, ez a vita nem az én érdekem, miniszterelnök úr, nem is az ön érdeke, ez Magyarország érdeke. A magyar emberek megérdemlik azt, hogy megismerjék a két esélyes pártnak a programját, és megismerjék a két esélyes miniszterelnök jelöltnek az ajánlatát a magyar választópolgárok számára a döntésük előtt 2018-ban. Én nyitott vagyok erre a vitára, és tisztelettel kérem önt, miniszterelnök úr, hogy legyen ön is nyitott rá. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársam, 26 alkalommal vitáztunk itt. Látom, most pótvizsgára jelentkezik, megfontoljuk. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Hát nagyon sajnálom, miniszterelnök úr, hogy ön továbbra is menekül. Mint hogyha már így hogy a vége felé tartunk. Azért azt is hogy mondja, mert hogy azt is nagyon sajnálom, hogy az elmúlt időszakban az én kérdéseimre ő rendszeresen sértegetéssel és gúnyolódással válaszolt. Higgy el, miniszterelnök úr, ez nem méltó egy kormányfőhöz. Én azt tudom önnek mondani, miniszterelnök úr, hogy ha esetleg ez megnyugtatja önt, ön nem tud engem megsérteni. Ön belőlem már csupán egyetlen egy érzést tud kiváltani, ez az érzés pedig nem más, mint a szánalom érzése. Én szánom önt, ahogy foggal és körömmel kapaszkodik a hatalmába, én szánom önt azért, hogy sportszerű eszközök hiány már csak aljas eszközökkel tud küzdeni, és szánom önt azért, mert egy ifjú, fiatal, lánglelkű demokratából egy kiégett és méltóságát veszített despota lett, miniszterelnök úr. Ezért fog veszíteni 2018-ban, és tudja, mi fog önnek a legjobban fájni? Nem az, hogy visszavesszük a lopott vagyont és odaadjuk az embereknek majd, ez is fájni fog. A legjobban az fog fájni, hogy amit ön elmulasztott, bár lehetősége lett volna rá, azt mi meg fogjuk tenni. Fel fogjuk emelni Magyarországot magyar szívvel, józan észre és tiszta kézzel, ön pedig végig fogja nézni. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, önné a szó. Szóval még szerencse, hogy nem sérteget, mert milyen lenne, ha sértegetne. Viszont amikor önt hallgatom, akkor leginkább Fülig Jimmy híres mondása jut eszembe, aki azt mondta, uralkodni könnyű, csak trónhoz jusson az ember ebben a nagy tolongásban. Sok sikert kívánok az ellenzéki oldalfolyó küzdelmekhez.